Sziasztok, lelkes sakbarátok, és nagy tisztelettel köszöntelek titeket ismét a Centrum Szakiskola YouTube oldalán. Juhász Ármi nemzetközi mester vagyok, és ahogy ígértem az előző videóban, folytatjuk a chess.com robotok elleni harcot. Most már itt tényleg a szuper nagymesteri szinten vagyunk, az előző videóban sikerült az előző vereséget javítani és visszavágni a robot ellen, aki valamiért nem pont azt a szintet hozta, mint amit vártunk az első mérkőzés után. Na, és akkor ugye ígértem is nektek, illetve ti is kértétek, hogy mindenképpen legyen egy játék a következő magyar robot ellen. Ugye Rudolf Anna volt eddig az első magyar robot, akivel játszottam, és nagyon izgalmas partiban döntetlen játszottunk. És hát van még egy robot, ismét egy hölgy, akit azt hiszem nem nagyon kell bemutatni senkinek, hiszen Polgár Juditról van szó. Azok kedvére, akik esetleg nem tudnák, hogy ki ő, bár szerintem a csatorna követői között kevesen vannak ilyenek, minden idők legeredményesebb női sakkozójáról van szó. Aki, hogyha visszatérne, azt gondolom, hogy még mindig női világbajnok tudna lenni, még mindig ő lenne az első számú női fide sakkozó, és azt gondolom, hogy még mindig nagyon nagy hasznát venné a magyar válogatott, mind a nyílt, mind pedig a női kategóriában, hiszen ugye két olimpiát nyertek a női válogatottal 1988-ban, ahol fantasztikus teljesítményt tudott Judit nyújtani, illetve szintén 1990-ben is, és utána pedig a nyílt kategóriába játszott, hiszen ugye a sakkozóknál ez egy engedélyezett dolog, hogy a hölgyek játszhatnak az úgymond a férfi kategóriában, Természetesen a férfiak nem játszhatnak a női kategóriában, és így két ezüstéremmel járult hozzá a magyar csapathoz, a magyar csapat sikeréhez. 2002-ben Bledben lettek ugye másodikak, és 2014-ben Tromszőbe Judit visszavonulása kor nagyjából másodikak lettek szintén, amikor ugye összeállt a nagy csapat, ugye Lékó Péterrel, Almási Zoltán, a Rapport a balokcsabával és hát tényleg fantasztikus teljesítményt tudtak elérni. Szóval azt gondolom, hogy tényleg ez egy olyan időszak a magyar saknak, amire sokan nagyon jó szívvel hát emlékeznek, és Polgár Judit fantasztikus sakkozó, Oscar oszkárdíjas és hogyha egy magyar sakkozó kell mondani, akkor sokan vagy Portis Lajost, vagy Lékó Pétert, de a nők közül mindenképpen Polgár Juditot szokták emlegetni, aki bekerült a SAK Hall of Fame-re is, Amerikában Sakk díjas, és hát a Fidében is különböző pozíciókat kapott, és nagyon-nagyon sokat tesz mind a mai napig a sakkozásért. Itt az ő robotját is megcsinálták a chess.com-on, 2735-ös értékszámmal, ez nem véletlen, ez most nem egy kerek szám mint az eddigiek volt, azért, mert ez volt Juditnak a csúcs élője, eh, amivel a férfi ranglistán, a nyílt ranglistán is nagyon-nagyon magas pozícióba tudott keveredni, eh, és ez volt az az értékszám, amit 2005-ben ért el. Eh, a nagy kérdés, hogy le tudjuk-e őt győzni, vagy egy döntetlenre jók leszünk-e, hát ahogy láthattátok már például a Murphy elleni játszmánál, a gépek nem nagyon hibáztak, kíváncsi vagyok, hogy mit tud a 2735-ös szint, vannak magasabb értékszámú robotok is, tehát itt van például Nakamura 2820-szal, itt van szintén ugyanezzel az értékszámmal ugye Anand, itt van Kramnyik, itt van Karuana 2840-nel, és itt van az aktuális világbajnok Ding is. Tervezek majd ellenük is játszani, vagy akár ne ugye a kihívó, aki most már többször nem lett világbajnok, de lehet, hogy egyszer az lesz. Szóval ellenük is tervezek majd játszani, de ugye hölgye ki az elsőbség, és játszunk a Judittal. És itt egy nagyon fontos kérdés szeretnék is nektek föltenni, hogy ti melyiket szeretitek jobban, nagyon kíváncsi vagyok a válaszra, a chess.com robotok elleni harcból legyen több, vagy pedig a Lichess ből ahol emberek ellen játszunk blitz és rapid ját játékok nagyon örülök neki, hogyha azt is megírjátok, hogy miért, mert ez egy jó visszaigazolás nekem, és akkor abból lesz több a későbbiek során. No de ne is szaporítsuk tovább a szót, és kezdjük el a játékot, nézzük meg, hogy hogyan fogunk tudni itt játszani Judit ellen, és akkor kiválasztom a kihívást, azaz segítséget nem kérünk a számítógép ellen, és hát egy nagyon izgalmas partira lehet számítani, ugye Judit sokszor királyindiai védelmet játszott D4 ellen, E4 ellen pedig általában a Szicíliait játszotta. Kezdhetnénk akár óvatosan a 3 mal is, de akár elővehetnénk a Lárzen megnyitást is. Kíváncsi lennék, hogy ki mivel kezdene itt Judit ellen. Legyen a B3, már rég kezdtünk Ilyet most nagyon sok D4-es nyitásunk volt az elmúlt időben, sok londoni. Nézzük meg, hogy a Larsen ellen melyik rendszert fogja választani. Ő is az E5-öt választotta, ugye erről van külön videónk is, ahol ezeket elemezgettem. Akit érdekel ez a megnyitás, az nyugodtan elemezheti ezeket a videókat, és visszanézheti, ezek mind megtalálhatók itt a Youtube-on. 20 C6-tal megvédte, és ilyenkor E3 futó B5 a jár Játék. Tehát a Larsen megnyitásnak ez a lényege, hogy itt a futót a kifejlesztettük, nyomást gyakorolunk az E5 pont ellen, a G7 pont ellen, és megpróbáljuk itt a centrumot felszedni, majd később ilyen futó B5-ös lépésekkel. Huszár F6 következett, ugye itt a másik fő lépés az a D5, csak D5-re tényleg jön a futó B5, és nem annyira könnyű a kötést és az E5 gyalogot egyszerre megvédeni tehát ezek érdekes-érdekes állások. Huszár f6, itt is a legjobb tudomásom szerint futó b5-öt szokás lépni, és most ezáltal fenyegetünk ezt leütni, és a, leütni a, a gyalogot is, ezt védte meg futó d6-tal. Ugye ez a lépés, ez megszegi a filidori elveket, azaz, hogy a tisztek a gyalogok mögött állnának jól, tehát akkor állna nagyon jól most itt a södét, hogyha ez a gyalog már d 5 lenne. És hogyha már d 5 lenne, akkor a futó betartaná a filidori elveket. Ez még itt egy bevett megnyitási változat, és ilyen partim nekem is volt már világossal, illetve azt hiszem talán egyszer már sötéttel is ezt játszottam. És itt van egy speciális lépés. Kíváncsi vagyok, hogy itt hogyan folytatnátok tovább világosan nyugodtan meg lehet írni kommentbe. A nagy Lárzen barátok, tudom, hogy vagytok egy páran, nyugodtan kommenteljetek, kommenteljetek ti is, de persze mindenkinek szívesen várom az ötleteit. Én megmutatom, hogy én mit lépnék. Én itt ebbe az 20 a 3 szoktam lépni, ami tudom, tudom, huszár megy a tábla szélére, de rögtön a következőbe 20 ára, c akarunk lépni, egyszerre támadni a futót és az elő gyalogot, és az alap stratégiát, mégpedig az, hogy az elő gyalog ellen játszunk, azt nem fogjuk annyiba hagyni. Szóval nézzük meg, hogy erre hogyan játszik egy Judit. Leütötte, illetve hát ugye most az ő botja ellen játszunk, tehát senkit ne tévesszen meg, most nem élőben játszunk maga a polgár Judit ellen, ami egy óriási megtiszteltetés lenne. Ugye ahogy láthatátok korábban, nekem volt szerencsém vele játszani. Egyszer egy ilyen négykezes játékban is játszottunk, mint csapattársak, egyszer pedig mi nagyon régen gyerekként szimultánban döntetlen tértem el vele a polgár saknapokon. Ugye a világ az idén is meg ezt októberbe, oda érdemes elmenni, hogyha valaki éppen ráér. Na most ő ezt leütötte, így a futópárt az ugye nekünk odaadta, gondolom d 6 ezt meg is fogja akadályozni, hogy el tudjon sáncolni, és hát szerintem egy hozzávetőlegesen egyenlő állás alakult ki, neki egy picit nagyobb a centruma, nekünk pedig futópárunk van fejlődjünk. Azért nem F3-ra mennék, mert akkor futógén egy picit zavarna. Én most első körben csak simán E2-re megyek elsáncolunk aztán meglátjuk. Ezen egy picit vacilálok, hogy leüssem -e, hogy dupla gyalogot okozzak neki, mert ha nem ütöm le, akkor ennek a futónak nem biztos, hogy lesz jó helye, és akkor ilyen huszár E7, C6, huszár G6-okkal elmegy a huszár, és a futónk az be fog szorulni. Ezért ezt most első körbe leütöm, és igaz, hogy odaadom a futópárt, de itt izolált gyalogot, itt pedig dupla gyalogot okozok az ellenfélnek. Aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elegendő, és akkor most például elsáncolhatunk. Én azt gondolom, hogy a megnyitásból egy picit kellemesebben jöttünk ki, semmi nagyon-nagyon különleges, nagy gyengeség egyik állásban sincsen, ő is most ilyen nagyon óvatosra vette a figurát, akkor mi is vegyük valami óvatosra a figurát, míg a huszár például g3-ra kihoznám, szerintem ez alapvetően nem lenne egy rossz gondolat. Jó, c5 próbálja bezárni itt a, itt a futónkat, Fölmerül bennem a robbantás lehetősége D4-jel, és akkor LD, LD, CD, vezér D4, amivel bár lecseréljük a dupla gyalogot, a centrumbeli nyomást is egy kicsit csökkentjük, illetve, ugye ez még továbbra is izolált gyalog lesz, és a vezérünk bomba jól áll a D4-en. Felmerül még esetleg az E4, és akkor ilyen stratégiai módon játszani, esetleg egy C4 is felmerülne bennem, nagyon sokféleképpen lehet játszani, ez jó dolog a Larsen megnyitásban szerintem, hogy sok-sok lehetőség közül választhatunk, de én most a nyílt, nyílt játékra szavazok D4-je, utána persze megnézzük majd az elemzőbe, hogy mi lett volna a legjobb. Nem akarok rendkívül sok időt felhasználni, azért a gép is gyorsan lép, akkor lépjünk mi is alapvetően gyorsan. De ti is nyugodtan írjátok meg az ötleteiteket. E, legyen mondjuk a D4, lehet, hogy el, egyszer el fog mellette tolni. Na ez a vezér ez mindenképpen meglepet, mert ugye most ez a C5 gyalog, ez meggyengül. Hát ezt mindenféleképpen le fogom ütni, és nem tudom, nem akarja visszajutni, de gondolom vissza akarja jutni, mert azért D5-öt csak nem lép, azért az mégis csak egy gyalog for, esetleg vezér C1, C6 tervével. Ha meg visszajutja, akkor a gyalog szerkezete az nagyon gyönge lesz. Megnézzük, hogy mi a terv. Igen, akkor végül is a D5 mellett döntött. Jó, érdekes, érdekes stílusban játszik az ellenfél, ilyen vagány polgár is stílusban azt is mondhatnánk, de jó lenne most C6-ot lépni, csak ugye itt védtelen a futónk. A vezér C1-et mondtam az előbb, ugye ott már fenyegetne, de akkor úgy látom, hogy ő lép C6-ot, és az nem olyan jó nekünk. Akkor robbantsuk bele, most nekünk van dupla gyalogunk, most mi fogjuk ezt felszedni. Igen, leüti, és most ez kérdés, hogy vissza kell -e nekünk ütni, vagy nem. Mert olyan is számításban, hogy bástja C1, de egyelőre nem látom okát, hogy miért ne ütnénk vissza. Aztán majd megnézzük, meg hogy mi lett volna jobb. Jó, egyelőre van egy gyalog előnyünk, bár tudom, hogy nem ezek a legerősebb gyalogok itt az állásban, de azért mégiscsak a gyalog az gyalog. Most ő rögtön ugye górcső alá vette, és ezt le akarja ütni. Szerintem ezt mindenképpen védjük meg. Vezér A4, aktív lépés, de beleáll a D7-ló C5-be, ott pont lesz vezér B4. Vezér E2 is egy lehetőség, csak szépen, szimplán megvédeni. Bástya c egyet azért nem szívesen lépnék, mert akkor itt ebbe beleállok. Még vezér C2 is számításban esetlegesen low f tervével. Szerintem az szimpatikus. Megvédjük, és később majd a huszárunknak itt lesz helye, vagy akár itt t is lehet, hogy lesz pozíciója. Jó, behozta a bástyát, akkor mi is behozzuk a bástyát, ilyet mi is tudunk. És akkor egyelőre tartjuk a előnyünket megnézzük, hogy hogyan tovább. Na most ez a huszár itt nem áll annyira jól, őt lehet, hogy be kéne hozni a játékba. Huszár f az az egyik lehetőség, és futóüti f vezérüti f -öt. Vagy kérdés, hogy ezt le fogja egyáltalán ütni, vagy lehet, hogy csak simán visszamegy, és akkor kérdés, hogy mit csinál a ló f -ötön. Az lehet, hogy annyira nem szimpatikus, mert előbb-utóbb g 6 úgy is kipiszkálják. Ló E4-re, hát a futó f 5 lép, akkor van Low f Bár az a cserese olyan nagyon sürgős szerintem. Mm, jó kérdés, vagy mi is csak kinyissuk az alapsort és lépjünk egy H3-at. Lehet, hogy az egyelőre mindegyik tervbe beleillik, még mi is ilyen óvatosra vesszük a figurát, és nehogy egyszer majd ez a huszár ide betörjön, és kellemetlenségeket okozzon nekünk. Jó, futó d 7 lépett. Um, és gondolom ide, opá, ide szeretné átjátszani, bár akkor a low 5 az felerősödik. Most van olyan lépés, hogy C6, és akkor vezérüti a 3 CD, de ugye ott inkább, mintha csak egy gyalogot hát vesztenénk, ugye vissza kéne adnunk a gyalogot, az nem tűnik annyira nagyon jónak. Tudom, a futó C6-tól valahogy annyira nem tartok. Hmm, igazából az ott eléggé semmilyennek tűnik. Most L4-et azt nem lépném, mert akkor futó C6-ba beleállunk bástyákkal esetleg megpróbáltunk duplázni, vagy csak simán behozzuk az új figurát a játékba. Hát nézzük meg, hogy bástya b mit csinál. 2700-as szinten leütötték. Na most ezt mivel üssük, ez jó kérdés. Most mondjuk, ha vezérrel ütjük, akkor itt esetleg be fogunk tudni törni. Már persze futó a fog szerintem lépni, leüt, leüt, és a vezérrel akar majd bejönni. Igazából az is egy lehetőség, vagy bástyával ütni. És akkor mit fog csinálni? Futó C6 esetleg, de hát akkor mondjuk visszajövünk, és nem tud bejönni. Mm, elsőre bástyával ütnék inkább. Igen, nézzük meg a bástyát. Szerintem nagyjából itt hasonló dolgok fognak kialakulni. Itt nagyon egyelőnek tűnik az állás, és egy picit szerintem jobban állunk, de majd ezt ellenőrizni fogjuk utána. Most vagyunk a 19. lépésben, szerintem jól tartjuk magunkat itt a szuper robot ellen. Jó, itt betörési mező nincsen, neki van egy nyílt vonala, ezt nem hagyjuk. Ezt semmiképpen sem hagyjuk. Gondoltam, hogy leüti, mi visszaütjük. Na most mit csinál 20 D7, és akkor ezt próbálja meg visszaszerezni magának. Jó. Bár ha leüti, akkor low f azok lesznek bőven, szóval amiatt annyira nem aggódnék. Hmm, hogyan csináljuk ezt? Mert ha leüti, az nem jó vezér. G4-et, ha lépünk arra, G6-ra is esetleg van lóf f bár ott van vezér F8. Igen, és akkor ez pont be van védve. Na, mi csináljunk? Mi csináljunk? Vezérrel esetleg javítani a helyzetet. Mert ezt, ha leüti, itt egy óriási kötésbe fog beleállni, azt nem hiszem, hogy szeretné olyan rendkívüli módon az ellenfél. Mi lenne akkor, ha csak simán E4-et lépnénk? Lehet, hogy G6, és akkor ez a huszár egy kicsit kimarad, de valahogy attól annyira nem félnék, mert mondjuk például tényleg F3-at is meg tudjuk lépni. Igen, mondjuk lehet, hogy az a terv, hogy először G6, és akkor aztán leüti. Mi lenne, ha vezér D2 vezér A5-öt lépnénk? Azt szerintem alapvetően egy jó terv. És akkor lehet, hogy ő meg így fog támadni, és a C4 gyalog ellen fog harcolni. Mindegyikben van elgondolás. Mondjuk vezér D2 vezér E6, vezér A5, vezérüti C4, vezérüti C7. És akkor lóga, lóga futója sakja nincsen, az a 2 én többet ütök. Jó kérdés, jó kérdés, hogy melyiket válasszuk, vagy tényleg ez a low tervez? nagyon ott van, ez nagyon logikusan hangzik, vagy először low F5 öt lépni, és aztán visszajönni, igazából abba is van logika, hogy low F5, mondjuk, a vezér elhat, akkor vezér g az nem néz ki jól. A vezér F8, akkor vezér D2, és akkor G6-ra visszamászunk, és aztán jövünk vezér A5-re. Hát jó kérdés. Ti is nyugodtan írjátok meg, hogy melyiket választanátok, melyiket lépnétek. Bár az N4-be is van logika, csak ott a G6 kevésbé tetszett. Jó, legyen akkor a vezér D2, megnézzük, hogy ez milyen. Te esetleg bizonyos helyzetekben ide szeretnénk bemenni. Uh -huh. Más irányba megy, B8-ról akarja majd bevédeni, és esetleg betörni a mi pozíciónkba. Jó, így viszont esetleg a ló t erősödhet majd föl, mert már uh, igen, bár arra van futó e 4 és akkor mehetünk vissza. Mikor az van egy lépésismétlésünk, az nem biztos, hogy a nagyon rossz a polgárjudit ellen, mert ha meg ezen az átlón megy el, akkor van C6. Igazából megnézhetjük, hogy ő belemegye abba, aztán max, ha nem, akkor, vagy ha igen, akkor itt csinálhatunk mást is. Vezér 6 ra és talán van e 4 bár leütik, C6, hát igen, mondjuk lehet, hogy vezér 6 miatt az kevésbé jó, jó, akkor ne azt csináljuk. Mit tudunk még csinálni? Vezér A5, vezér B8, vezér B4, és akkor lecseréljük, és megmaradt a gyalog fórunk, és akkor utána esetlegesen hozni a huszárt, az egy lehetőség, vagy rögtön visszacsempészni a huszárt, az is egy lehetőség, igen, mondjuk az lehet, hogy okosabb, bár itt lehet, hogy a futóval majd be akar törni. A huszárt f szeretném tenni, csak nem olyan könnyű ezt megvalósítani. A vezér B4 az jó lépés E, azon morfondírozom itt egy picit vagy lehet, hogy most már eljött a pillanat az F3-hoz, hm, Ugye ennek a futónak kitörjük a fogát, mert a végjátékban ő úgyis ide fog nézni, és azt nem nagyon szeretnénk. Jó, lehet, hogy most már eljött az idő az F3-hoz, nézzük meg ezt. Aztán meglátjuk. Igen, G6 kivétte, itt a huszának a későbbi bejövetelét. Jó, és akkor most Játsszuk át mi is, talán itt a huszárunkat. Bár az e 4 számításban ezt lehet, hogy tempóra meglépném, hogy lógjon a H6. Mondjuk arra figyelni kell, hogy ez a huszár ide ne álljon. Igen, azt akkor lehet, hogy még egyedülre nem. Akkor még egyedülre manőverezünk egyet. Visszajött a vezér E6-ra. Igen, itt egy picit talán ezt lehetett volna jobban csinálni. Nem baj. Jó, mert most ugye most ő úgy fogja megtámadni, hogy ez nekünk egy picit kellemetlen nézzük meg, hogyha megvédjük, mondjuk megvédjük, és esetlegesen majd itt valamit a nagy átlón akarunk kihozni belőle. Jó, most innen szeretne betörni, és az E4-et valamelyest provokálni. Jó, azt nem biztos, hogy meg akarjuk engedni neki, hogy nagyon betörjön az állásunkban, bár úgy látom, ez nem lesz könnyű. Na hát itt, itt szuper fokozatra kapcsolt a számítógép, az biztos. Lehet, hogy ezt az E4-et meg kell lépnünk, mert más nem tudunk. Jó, erre majd figyelnünk kell, hogy a huszár ide ne álljon be. Jó, most szépen visszaküldtük, ideiglenesen egy picit-picit fel tudunk levegőzni, lélegezni, bocsánat, és akkor jön a huszár manőverünk. Szépen megyünk akár D3-ra, akár B3-ra, szerintem abból nagy baj nem lehet. És akkor ő meg f itt próbál ellenjátékot csinálni magának. Azért ez kockázatos a király előtt, de ez polgárjudi stílushoz hű. Ugye a, a, a murphy volt ez az érzésünk, hogy a Murphy sokkal pozíciósabban játszott, mint amit azt vártuk tőle. Jó, ezt leütjük. Na, mivel üti, gondoltam a gyaloggal, csak e 4 mindig futó B2 lesz. Uh, attól annyira nem félünk, és akkor ezért jövünk a lóval. Aztán meglátjuk, hogy erre mit kezd. Vezér G6 most ide fenyeget. Ugyanakkor ez is lóg. E, igen. Huszár üti E5, huszár üti E5, vezér üti E5, futó üti F3. És akkor ott ugye G2 matton állunk, de például vezér B2-vel simán vissza tudjuk védeni, és esetleg B8-ra is fenyegetünk. Nekem a szimpatikusnak tűnik. E, az a kérdés, hogy itt van-e valami csapda ugye lóüti e mondjuk egy vezér G7, az például egy kellemetlen csapda lehet, mert hogy F4-re mattot kapunk, ugyanakkor ö, futó B2-vel is be tudjuk védeni magunkat, tehát lóüti e vezér G7-re van futó B2, jó, akkor leüthetjük, ha jól látom, aztán megnézzük, hogy mire, mire nem figyeltünk, de azért szerintem mindenre figyeltünk, jó, még mindig megvan a gyalog előnyünk, azt azért hozzátenném, és akkor esetlegesen itt gondoltam további gyalogokat nyerni. Számításban jön akár G3 is, csak feleslegesen nem akarom a királyomat gyengíteni, és itt meg ugye úgy védem meg, hogy még fenyegetésem is van, szóval szerintem ez jó lépés. Nem látom, hogy miért ne lenne az. A vezér G3, nagyon támad az ellenfél. Igen, itt óvatosnak kell lenni, mert most bevédte ez egy jó lépés volt, ez nagyon jó lépés volt, Nem, most vezér B8 király mondjuk H7 után nincs vezérüti C7, szóval erre most figyelnünk kell. Lehet, hogy ezt a vezért ezt most érdemesebb lecserélni, mert ha ide bemászik a futóval, akkor onnantól kezdve már nem lesz itt eljátékunk. Ezt minden esetre cseréljük le. Ezt most muszáj leütni, mert kettős támadásban vagyunk. És mostantól kezdve ugye ellenkező színű futós végjáték alakult, de egy gyalog előnyünk az van. Ugyanakkor ez a dupla gyalog ez nem biztos, hogy itt olyan nagyon erőteljes ebben, a, ebben az állásban. Most fenyeget ide is jönni, és fenyeget innen is leszedni minket, de szerintem ezt ki fogjuk tudni e, valahogyan e, védeni, illetve ebből olyan nagyon nagy problémánk azért nem lesz. Szerintem itt például tempóra visszajöhetünk, ezt megtámadjuk. Alig, nem ugye ez a végjáték, ez itt eléggé döntetlen esélyes, pont a limitált anyag miatt. No, hogyan folytassuk tovább? De egy picit jobban állunk, és ebből nézem, hogy esetleg a gépet ki lehet-e mozgatni. Én ezeket a végjátékokat, ezeket kifejezetten szeretem, és most például a c6 jutott eszembe, hogy odaadjuk a rossz gyalogunkat, és amikor leüti, akkor futó f4, futó c7-tel leszedni az ellenfélnek a c7-es gyalogját. Nézzük meg, hogy erre hogyan reagál. gép ezekre ilyen egész minimális előnyöket szokott adni. Ugye most rátereltük, hogy ne tudjon elmozdulni a gyalog, és akkor most jön a futó F4, és akkor megmarad a gyalog előnyünk, ő megpróbálja majd a milyenket levadászni, megnézzük, hogy ki lesz a gyorsabb. A királyunk egyelőre még nem tud jönni, mert ugye ezek a gyalogok lógnak, de most lépünk egy türelmes G3-at. Királyt elvágtuk, itt ő nem fog tudni bejönni. Tehát a végjátékok nagyon-nagyon fontosak, nem biztos, hogy 2735-ös gépet meg tudunk verni, de megpróbáljuk a maximumot kihozni belőle. Licsessen nagyobb esélyünk lenne egy időzavaros helyzetben, de ugye a végjátékokról készült is videós sorozat most nem olyan régen, a gyakorlati szemszögből megközelítve, szóval akit ez érdekel, az a leírásban megtalálja majd az oda vezető linket. Persze ezt nem adjuk oda, megyünk előre, ezt sem adjuk oda, sötét mezőre tesszük, hogy ne tudja megtámadni, és akkor jövünk a királyjal. Szépen jövünk a királya, gondolom ő is jön. Hát ezt megint nem adhatjuk oda, csak egyféleképpen tudjuk megvédeni. Nagyon nem érdemes neki elmenni, mert akkor bemegy a gyalogunk és hát igen, na ez ugye a baj az ellenkező színi futós állásokkal, hogy a világos mezőket ő fogja, és egy C6 meglépés az nagyon nehéz küldetésnek tűnik, de ettől függetlenül még itt megpróbáltunk ebből az irányból egy kicsit itt kellemetlenkedni. Csak nagyon fogynak, nagyon a gyalogok, tehát még egy gyalogok, pár cseréje ugye az alapvetően feketének lenne kedvező, kevesebb figura, kevesebb gond. Bár ugye, ha leütöm és ő leüti, akkor itt elkaptam egy gyalogot. Ami viszont már kezd úgy alakulni. Na nézzük meg ezt most lehet, hogy elnézte, vagy én... Igen, mert H5-re is király gyalogot nyerünk. Azért az jó dolog, hogyha gyalogot nyerünk, ezt lecsípjük róla. Na kezdünk, kezdünk, kezdünk alakulni. Megnézzük, hogy meg tudjuk-e nyerni a végén ezt itt szépen leszedjük róla, az a gyalog nem fog bemenni, attól félni nem kell, és van két szabad gyalogunk, tehát ennek mindenképpen örülünk. Most a királyt kéne átjátszani, és aztán tolni a gyalogot, anélkül nem fog menni a győzelem, tehát hozzuk a királyt. Igen, és akkor, hát jó lenne F6-ra menni, de akkor nem tudunk G4-et lépni, ezért lehet, hogy, lehet, hogy H5-re mennék, és akkor utána a G4-es modnőverrel elindulnék. Király F4-en is gondolkozom még, és úgy feltolni a gyalogot. Na, hova vigyük a királyt? F6-ra nem. Ti F4-re vagy H5-re mennétek, nyugodtan lehet írni az érveket. Tehát király F4, mondjuk, hogyha király jön alá, akkor ugye nagyon messzire elmegy a király, azt szerintem elég jól néz ki, lehet, hogy király h is nyer, de lehet, hogy a királyt akarom ide eltenni, és aztán a királyommal bejönni. Jó, Szem hozzuk visszafelé, itt is vagyok, ott is vagyok, mint a híres réti tanulmányba, és akkor most toljuk a gyalogot, ameddig ő nem megy be alá, addig minden további nélkül ö, toljuk a gyalogot. Na most trükkös, mert innen akarja megfogni, és azt viszont nem biztos, hogy megengedjük neki, akkor lehet, hogy most jövünk egyet a királlyal, és sakk király F6. Igen, erre lehet, hogy futó D7 sakkot fog adni, megnézzük, most jöjjünk egyet. Igen, most trükkösen innen adja a sakkot, és nem, nagyon trükkösen védekezik király G5-re, meg ugye nem tudjuk tolni a gyalogot. Érdekes, érdekes. Lehet, hogy lehet, hogy itt is van egy erőd, amit nem tudunk át, áttörni. Na nézzük meg azért. Nem adjuk olyan könnyen ezt a döntetlent. Jó, most valamilyen ilyen úttól annyira nem félünk. És mi van, hogyha ha most jövök ide, akkor nem tempóztam ki? Mert a futó már nem mehet el, mert mozdul a cégyalog. Akkor most jövök ide, most kiháromszögöltük. Megnézzük, hogy mi lesz. És most tolom a gyalogot, és akkor most nincs futó d 3 a Most jön a király, oké. Okay. De egy pici szorítottunk rajta, annak alapvetően örülünk. És most mi csináljunk? Innen jöjjünk, de akkor pont beér, mert ugye G6-ra van király F6, az nem olyan jó nekünk. Lehet, hogy G5 elhamarkodott volt? Na, jó kérdés. G6, király F6, az nem jó, az biztos. Futó E5-ön gondolkozom, és akkor arra mondjuk futó E8-at lép, és akkor a futót ide bevinni, csak a futó E8-ra tényleg mindent összevéd. Ezt nehéz lesz onnan kimozgatni. De a királyunknak biztosan nem itt van a helye. A királyunknak egy kicsit szerintem odébb lenne a helye. Nézzük meg, hogyha centralizáljuk, akkor azzal elérünk-e valamit. Illetve ez a gyalog is még itt akár egy potenciális célpont lehet. Jó, a futóval várakozik, és mi is javítunk egyet a futóhelyzetén. Most már fenyegettünk a gyalogtolással, és már rögtön meg is fogja. Már rögtön meg is fogja, jó, megvédjük. Természetesen nem adjuk oda a gyalogot. És valahogy ide kéne jutnunk a királya, de van egy olyan érzésem, hogy király c 4 ezt elég gyorsan futó c meg fogja akadályozni. Az a kérdés, hogy ez ellen tudunk-e valamit tenni. Mondjuk nézzük meg, hogyha a futóval ide bemászunk, akkor mi lesz? Ugye, ha nem adta volna oda a gyalogot, akkor egy kérdés, hogy elcseréljük-e, de elcseréljük, mert bemegyünk a királyjal, jó. Akkor még egyet szorítottunk rajta, és most már a király esetleg innen is fel fog tudni menni. Jöjjünk egyet. Szépen lassan, de biztosan én úgy érzem, hogy haladunk előre. Ugye eddig nem tudtunk volna befele menni, mert itt volt a gyalog, de most megyünk. Most megyünk itt, hölgyeim és uraim, megindultunk, szerintetek nyerhetünk ez az állás? Tehát ne utólag írjátok meg, hanem itt most velem együtt gondolkozva a 61. lépés, talán ez a leghosszabb játszmánk. Nézzük meg, hogy a megkerülős csellel, mint fociban, odaérünk-e. Nézzük meg, hogy odaérünk-e, és most ide be fog mászni. Nem, nem oda mászott be. Azt mondja, hogy a futóra fája foga. Jó, C6, az még talán nagyon korai lenne. Nagyon korai lenne? C6 királyt idény az király B7-en gondolkozom, de lehet, hogy teljesen fölösleges volna, bár nem látom, hogy ott mit csinál. Ja, lehet, hogy c ra király C8-at lép, és akkor nem enged be minket. Mondjuk azt igazából így is úgy is el tudjuk érni, akár a futó F6 segítségével. És akkor feltolni a gyalogot, de mondjuk nézzük meg, tehát c6-sak, ő leüti, mi király b7-et lépünk. Ugye futóüti c van királyüti c6, amúgy pedig minden más lépésre c7 és c8 az új vezér elérkezik. Igazam van, azért egy tisztáldozatnál itt nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni. Tehát leütöm és c6, de szerintem határozottan igazatom futó d7-et leütjük, az nem jó ha pedig elmegy, akkor is C6 az sakkal érkezik. E, jó. Ja e, igen, tehát C6-ra van király C8. De ha király B7-tel kezdem, az milyen lenne? Már szerintem lehet, hogy itt már mindegyik nyer. Hogy ennyire jól állnánk egy 2700-as bot ellen? Tehát ha király B7-tel kezdjük, királyüti D8, C6. Mert király B7-re nem ér oda a futó, mert sakk és tolom. És azt viszont megnyerjük. És király B7, király üti D8, C6, futó üti C6, király C6. Hát ott jók vagyunk. Amúgy meg bemegyünk sakkal. Na nézzük meg, hogy ez így milyen lesz. Leütötte, most jön a gyalog. Most itt be akarunk menni. És a királyan akar kimászni, de hát ez nem lesz meg neki, vagy meg lesz neki a döntetlen? Na nézzük, számoljunk egy picit. E, toljuk a gyalogot, igen, és vissza fog érni? Na megnézzük. Tehát C8, király C8, leüt, leüt ide, király F2, ide, e, és akkor elmegyünk a gyalogért, pák, 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 nem lesz meg neki a döntetlen, ha jól számolom, de ez most nagyon izgalmas lesz, ez természetesen le fogja jutni, és hát neki még nagyon nagy utat kell megtennie, hogy lenyerje a gyalogot, de minden egy tempó múlik. Megnézzük, hogy elszámoltuk-e. Lehet, hogy elszámoltuk -e egy tempóval, jaj, 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 jaj. ide, leüt, oda. A végén pont beér a királlyal. Azért nagyon kár lenne, és pont be fog érni a királlyal. Jaj, 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 micsoda hiba. És pont egyel el lett számolva. Mert ez viszont így meg már döntetlen a szélső gyaloggal. No, itt a végén lehet, hogy egy kicsit elpontatlankodtam, pedig olyan közel volt a nyerés, és hát ugye szélső gyaloggal meg nem lehet megnyerni, de bemeltünk kiszorítani az ellenfél királyát, de ugye egy önpattot fogunk képezni. Ez itt nyerve volt, csak itt egy pontatlanság következett be. És akkor Pat lesz itt király C8-a. No, hát azt gondolom, hogy <laughs> nagyon izgalmas volt. Azt mondja, hogy döntetlen nem egy kielégítő eredmény, és játszunk még egyet. Három hiba, nulla bakrövés. Nézzük meg, nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit mond a játszmértékről, hogy ez valóban nyerve volt ez az állás. Egy nagyon izgalmas partit játszottunk szerintem, és örülök, hogy a Larsen is tudtuk gyakorolni. Itt volt egy két kérdőjeles lépés, ezen múlott a parti, pedig különben megnyertük volna. Na nézzük az elején, itt még szerintem ezek teljesen jó lépések voltak. Huszára a három a legjobb lépés, amit léptünk. És akkor ezt annyira nem írja jó a, szám a számítógép, igen, itt inkább a hatot szoktak lépni, arra volt is partim, ahogy mondtam is nektek. Itt az elején egy pici kezdeményezést uh, kihoztunk ebből. Ezt nem mondta annyira pontosnak. És uh, és úgy tűnt nekem, hogy itt vége egy picit jobban állunk. Pontatlanság. Hát apró pontatlanságok ott vannak. D4 megint kiváló lépés, szóval itt, itt sokáig jól csináltuk. De a gép is jókat lépett. Itt vezéreljét annyira nekem nem volt szimpatikus. De de ezek jó lépések voltak. c annyira talán nem mondtam, jónak. É, ott a vezér C1, amit mondtam. Vezér C1, C6. Ez jó parti volt. Kár a végéért, nagyon kár a végéért. Itt szépen kihoztuk a jobb állást. Ezek ilyen határozottan jó lépések voltak. Semmi nagyon különleges. Semmi nagyon különleges. És akkor ezt a low 2 t itt hibának mondja, az 1.50-ről lement 0.98-ra, hát ez még nem egy óriási dolog. Igen, valószínűleg az E4-et hamarabb meg kellett volna lépnünk. Itt éreztem is, egy nagyon picit kiment a kezünk közül, de, de végig jobban állunk, tehát itt is jól állunk, és akkor ezt mondja megint egy pici hibának, itt huszár B4, Na úgy éreztem, hogy itt a királya gyenge lesz, vezér B2 legjobb lépés, és itt ő is jót lépett, vezér G3, és kijött ez a végjáték, ami nagyon döntetlen szagú volt, de itt is a legjobbakat sikerült meglépni. Most a végére vagyok nagyon kíváncsi, mert itt, itt folyamatosan tartjuk a kicsi-de-stabil előnyt, és akkor itt az ellenfél ezt nem csinálta jól. Igen, ez egy rossz lépés volt, itt egyszerűen csak várakoznia kellett volna. Itt elmentünk a gyalogért, de még talán ez se volt nyerhető. Hát igen, itt már kettő egész környékén vagyunk. És ezt viszont itt meg már meg kellett volna nyernünk. Ez olyan szépen ki lett dolgozva. Olyan szépen ki dolgozva. Csak kérdés, hogy nyerhető-e az állás. Mert amikor nagyon hasonló értékelést ad a gép, akkor az nem feltétlenül az. Igen, bemegyünk a királyjal, és akkor itt lesz a kritikus pillanat azt mondja, hogy ez, ugye, ez nagyon nagy hiba volt, ez egy bakrövés volt, és azt mondja, hogy a futóval csak simán vissza kellett volna jönni, amúgy ez volt a, nyilván az ötlet, és akkor kérdés, hogy erre hogyan védekezett volna, ide C6, de hát tulajdonképpen azt mondja, hogy ez az állás plusz 36, óta te jó ég, igen, nem kellett volna itt a közönségnek játszani, csak szépen el kellett volna vinni, a futót ide beállítjuk, és a király alá megyünk, és akkor megnyerjük a partit, mert itt túlságosan szét vannak az ellenfélnek a gyalogjai estve és és ez hiba volt, ugyanígy a c6 is ugyanezért lesz hiba, mert az ellenfélnek pont ezt az egy lépését, ezt nem számoltam a királyelhetet, úgy gondoltam, hogy ugye ezt a gyalog végjátékot, ezt megnyerjük tempóra, de hogy királyelhet, és pont odaér a gyalogért, és vissza tud érni, ezt nem számoltam, itt egyetlen egy, egy lépésen múlott a győzelem, pedig itt ez a, nem, nem adja olyan nagyon-nagyon soknak ezt az előnyt először, de aztán fölmegy, és tényleg egyszerűen visszajövünk, akkor megnyerjük a partit, akár így, akár úgy, illetve hát itt meg nem nagyon tud más lépni. Toljuk a gyalogot, toljuk a gyalogot, és hát úgy ugyanaz lesz, hogy ketté fog szakadni, beteszem a futót, átmegyek a királlyal, és le kell áldoznia, és megnyerjük a partit. És itt pedig az ellenfél, hát ugye a gépek ilyen pontosan védekeztek, ez tényleg egy remek lépés volt, ez is egyetlen lépés volt, és hát jó, ez itt már egy döntetlen állás, mert pont minden egyetlen egy tempó múlik, ugye, hogy odaér a királya vagy sem. Tehát ha most még egyet tudnánk lépni király B7-tel, akkor megnyernénk, mert nem érne oda, de ugye pont be tudott érni. Ez is egyetlen lépés, persze jó irányba megy, és szélső gyalogot nem lehet betolni a pat helyzet miatt, és így lett döntetlen a játék. No, hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas játék volt. Nézzük meg az áttekintést hát 3050-nel sikerült ezt játszani, és őnek is 3050-nel. Vég egy pici előnybe voltunk, itt nagyon sokáig döntetlen volt utána, és akkor itt egyetlen egy lépéssel múlott, de azt gondolom, hogy nagyon jó pofa játszmát játszottunk. Még most is az az érzésem, hogy például a Murphy's bot az jobban játszott, nem tudom, hogy pontosan mi ennek az oka, ti nyugodtan írjátok meg, és kérdezném, hogy most akkor melyiket folytassuk, akkor a chess .com robotok ellen. Én azt hittem, hogy itt a polgár Judit átgázol rajtam, és azért fel is vettem a fekete pólót így gyászolni magunkat, de ezek szerint itt ügyesek voltunk, és tényleg egy hajszára voltunk a győzelemtől. Ezért is meg kell tanulni jól a végjátékokat. A 90,8-et azt nagyon szépen elfogadom, és hát annak is örülök, hogy sok remek lépés volt, sok legjobb lépés volt, kiváló lépés volt, és tényleg egy-egy hiba volt, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis játszma volt. Ti is mindenképpen Írjátok meg, hogy hogy tetszett ha tetszett ez az egész videósorozat, eh, amit el, eljutottunk, és hogy sok ilyen chess.com-os eh, hát harcunk volt, akkor a köszönet gombra kattintva tudjátok támogatni a Centrum a YouTube oldalát, hogy több és több eh, videónk legyen, és folytatjuk még ezt, eh, mindenképpen lesz, csak az a kérdés, hogy licserszem, vagy chess.com-on eh, játszatok. Eh, játszunk, eh, melyikre szavaztok, és ti is nyugodtan próbáljátok ki a chess.com-on a polgári Judit botot, ti is írjátok meg, hogy szerintetek mik a tap Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, ha még nem vagytok feliratkozva, akkor légy szíves, tegyétek meg, legközelebb minden folytatjuk. Sziasztok!